Sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban arról lesz szó, hogy miért kellenek a kudarcok ahhoz, hogy fejlődni tudj az angol nyelv területén, vagyis miért kell, hogy kudarcokat vallj ahhoz, hogy fejlődni tudj. Na most, ha megnézel egy teljesen átlagos angol órát, akkor általában a következő szokott történni. Amikor a tanár feltesz egy kérdést, amire választ vár, akkor általában a tanulók vagy a diákok 10-15%-a az, aki bármikor hajlandó válaszolni az elhangzott kérdésre, aki bármikor hajlandó kommunikálni a tanárával, ők ugye a jó tanulók, a maradék 85-90% pedig szépen lapít, és imádkozik, hogy nehogy úgy szólítsák fel az adott órán. Nos, az a probléma, hogy ez a helyzet tulajdonképpen mindenkinek jó. A tanár, amikor feltesz egy kérdést, és mondjuk a jó tanulók válaszolnak azonnal, és elkezdődik egy kommunikációs szituáció, akkor úgy érzi, hogy halad az óra, hogy gyakorolja a múlt órán elhangzott tananyagot, hogy szépen mennek a dolgok úgy, ahogy azoknak menniük kell. A jó tanulók úgy érzik, hogy folyamatosan megerősítést kapnak, folyamatosan fejlődnek, hiszen bármikor tudnak kommunikálni a tanárukkal, és már-már ez egy inkább egy baráti beszélgetésnek tűnik, mint sem egy hivatalos angol órának. A maradék 85-90%-ba tartozó diákok pedig örülnek, hogy tulajdonképpen addig is megússzák a kommunikációs helyzetet, és nem vallanak kudarcot. Amikor én a diákhímat kérdezem erről, akkor mindig azt szokták mondani nekem, hogy azért nem akarnak megszólalni az órákon, mert félnek, hogy kudarcot vallanak, félnek, hogy valamit rosszul mondanak, félnek, hogy a többiek kinevetik őket. Igen ám, csak ebből az fog berögzülni ezekbe az emberekbe, hogy tulajdonképpen az a biztos, az az ideális helyzet, hogy ők soha az életben nem szólalnak meg angolul, mert akkor ugye biztos, hogy nem vallanak kudarcot. És ez az egyik legfőbb oka annak, amiért Magyarországon mindenki középhaladó nyelvtanulónak számít, és nem tud igazán fejlődni az angol nyelvtudás területén. Nézzük meg, hogy mit lehet tenni ebben a helyzetben. Hogyha te a nyelvtanulók az előbb említett kategória 10-15%-ába tartozol, akkor gratulálok, csak így tovább, haladj tovább ezen az úton. Ha viszont a maradék 85-90%-ba tartozol, tehát te is félsz attól, hogy kudarcot vallj, és te is inkább némán kuksolsz a padban, és várod, hogy inkább a jó tanulók intézzék a dolgokat, akkor ez a videó konkrétan neked szól. Nagyon fontos, hogy hogyan állunk a kudarchoz, és mit tekintünk kudarcnak. Úgyhogy a legelső dolog az, hogy rendbe tegyünk bizonyos dolgokat a nyelvtanulók fejében, mert csak így tudunk utána együtt haladni és fejlődni az angol nyelvtudás területén. Van az angolban egy mondás, ami úgy hangzik, hogy if you don't fail, it means you don't try. Tehát, hogyha nem vallasz kudarcot, akkor nem is próbálkozol. Ha nem vallasz kudarcot, az azt jelenti, hogy nem is próbálkozol. És ez 100%-ban igaz erre a helyzetre. Ha soha nem fogsz megszólalni angolul, akkor lehet, hogy azon az órán te megúszod a kommunikációs helyzetet, viszont soha nem fogsz fejlődni. Soha nem fogsz fejlődni. Úgyhogy sajnos van egy rossz hírem. Az kell, hogy kilépj a komfortzónából, és elkezdj beszélgetni más emberekkel angol nyelven. Jó? Tehát nincsen semmilyen csodapirula, csodatankönyv, csodamódszer, amivel ezt az egész helyzetet át lehet hidalni. Egyszerűen az kell, hogy mindenféle külső segítség nélkül kezdjél el angol nyelven kommunikálni másokkal. Tudom, hogy ilyenkor azt mondják a szülők meg a barátok, hogy hát ott van az angol óra, egy héten négyszer jársz angolra, vagy minden nap van esetleg angol órád. Kisfiam vagy kislányom, a következő angol órán igenis tessék megszólalni,
és tessék beszélgetni a tanárral. De sajnos az esetek többségében én azt is tudom, hogy ez nem ilyen egyszerű, és ez nem így működik, mert ugyanaz a környezet marad áll fenn, vagy ugyanaz a helyzet áll fenn, ami a továbbiakban is. Tehát lesznek jó angolosok abban az osztályban, akik esetleg kinevetnek, vagy kigúnyulnak téged, és ezzel, hogy te elkezdesz egy beszélgetést kezdeményezni, még nem biztos, hogy eléred az ideális célt. Tehát az kell, hogy találj magadnak olyan angol nyelvű beszélgető partnereket, akik nem fognak téged kijavítani, tehát nem fognak rögtön kijavítani, ha valamit rosszul ejtesz, és akikkel hosszú időn keresztül, tehát 5, 10, 20, 30 vagy akár 1 órán keresztül is folyamatosan tudsz angol nyelven beszélgetni. Ugye sajnos már többször elmondtam, hogy egy klasszikus angol órán a tanárnak, ugye hiszen ez a feladata, azonnal ki fog téged javítani, bármilyen hibát ejtesz a mondandódban. Ha külföldön vagy, és Angliában, vagy bármilyen külföldi országban neked el kell intézned valamit, egy hivatalban, egy étteremben, teljesen mindegy, akárhol, ott senki nem fogja az angol tudásodat kijavítani. Ugye az lesz a cél, hogy megpróbáljátok egymást megérteni, hogy te el akarod intézni, amit akarsz, a pult másik oldal lévő ember pedig megpróbál neked ebben segíteni. És az is igaz, hogy egy átlagos magyar angol órán nagyon-nagyon kevés idő jut egy átlagos hallgatóra. Ez ugye, ha minden ideális, akkor egy kötőjel másfél perc. Tehát amint belekezdenél és belelendülnél egy kicsit az angol nyelvbe és az angol beszélgetésbe, azonnal egy másik diákra irányul a tanár figyelme, és azzal fog elkezdeni kommunikálni. Úgyhogy az múlt heti videómban, ha még nem láttad azt, akkor kérlek, hogy nézd meg, nagyon sok olyan eszközt, weblapot és módszert hoztam, amivel teljesen egyedül anyanyelvi beszélőkkel tudsz kommunikálni a saját szintednek megfelelően. Tehát nem kell attól félned, hogy itt ezeken a weboldalakon csak a B2-es és a C1-es szintű nyelvtanulók fognak beszélgető partnereket találni. Ha te még teljesen kezdő vagy, vagy esetleg középhaladó vagy, vagy régóta nem beszéltél angolul, akkor is fogsz magadnak találni beszélgető partnereket. Tehát összefoglalva, lépj ki a komfortzónádból, és a kudarcokat ne kudarcként éld meg, hanem fejlődési lehetőségként, és nézd meg a múlt heti videót, és találj magadnak minél több anyanyelvi angol beszélgető partnert, lehetőleg még ma. Köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!